Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A múlt héten értesülhettünk arról, hogy az Európai Unió liberális frakciójának vezetője egészen sajátos elgondolással rendelkezik az államok működéséről, hiszen Verhofstadt úgy gondolta, hogy az Európai Parlament elnökének joga van ahhoz, hogy magyar nagykövetet rendeljen be, joga van ahhoz, hogy neki pedig, ő pedig úgy gondolta, hogy a liberális frakciónak joga van ahhoz, hogy a magyar nemzeti konzultációval kapcsolatosan ne csupán megszólaljon, ne csupán véleményt mondjon, hanem azt megpróbálja betiltatni. Úgy gondolom, hogy ha a bevándorlás ügyét és az elmúlt két év történéseit nézzük, akkor nem véletlen, hogy a liberális frakciónak minden olyan jellegű javaslattal kapcsolatosan alapvető problémája van, amely a választópolgárok véleményét kérnék ki ebben az ügyben, hiszen az, amit ők hosszabb ideje ebben az ügyben képviselnek, csak és kizárólag egy diktatúrában lenne tartható. Mindenhol, ahol demokratikus választások voltak, a választópolgárok nagy többsége még a nyugat-európai országokban is elutasította azt a bevándorlás politikát, amely korlátlan szabadságot engedne, és a szabadság látszata alatt valójában olyan anarchikus helyzeteket idézne elő, amelyeket 2015-ben mindannyian megtapasztalhattunk. Azt látjuk, hogy Guy Verhofstadtnak és a liberális frakciónak semmi sem drága. Az európai liberálisok a magyar szuverenitást akár lábbal is hajlandóak tiporni, annak érdekében, hogy a magyar belpolitikába beavatkozhassanak. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti konzultáció egy demokratikus véleménynyilvánítási lehetőség, akinek nem tetszik, ne éljen vele. Mi azonban mindenkit arra hívunk föl, hogy aki nem ért egyet azzal, hogy nekünk Brüsszelből kell megmondják, hogy Magyarország milyen bevándorlás politikát folytasson, az egyértelműen foglaljon állást ebben a kérdésben, és a nemzeti konzultációs hív visszaküldésével tegye egyértelművé azt, hogy szemben áll a soros tervel, és a magyar kormány mögött áll a bevándorlás politika kérdésében. A Magyarországon sajnos nem mondhatjuk azt, hogy ebben a kérdésben nemzeti egység jött volna létre. Noha, ha megnézzük a választópolgárok véleményét, akkor az ellenzéknek is az lenne az érdeke, hogy ebben a kérdésben legyen nemzeti egység. Ennek ellenére az ellenzéki frakciók európai parlamenti képviselői újra és újra megszavazzák azokat a határozatokat, amelyek a felső határ nélküli betelepítési kvótát eredményeznék, megszavazzák azokat a döntéseket, amelyek megbüntetnék azokat az országokat, aki nem hajlandó részt venni az Európába illegálisan érkezett bevándorlók szétosztásában, és azt látjuk, hogy az ellenzék minden olyan brüsszeli lépést támogat, ami a bevándorlás politikában leépíti és gyengíti a nemzetállami hatásköröket, és ezeket az Európai Uniónak adná át. Ismételten felhívjuk arra az ellenzék figyelmét, hogy nem nyert eddig sem semmit azzal, hogy Magyarországot jelentette fel az Európai Unió különböző intézményeinél. Eddig is politikai vesztese volt annak, hogy minden lehetséges fórumon Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben foglalt állást. Ezért jutottunk ma oda, hogy nem kormányváltó hangulat van több mint 7 év Fidesz kormányzás után, hanem ellenzékváltó hangulat van. Azt kell mondani, hogy lehet vitatkozni arról, hogy az emberek közül van, aki akar kormányváltást, van, aki nem. Közvélemények szerint nagyjából megegyezik a tábora azoknak, akik a kormány maradását akarják, azokkal, mint a kormány távozását, de abban teljes egyetértés van a magyar politikában, hogy Magyarország jobb ellenzéket érdemel, hogy az ellenzéket le kellene váltani, az ellenzék alapvetően képtelen azt a feladatot ellátni, amelyet egy demokráciában az ellenzéki pártoknak és ellenzéki frakcióknak el kell látni. Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy olyan nemzeti ügyekben sem hajlandóak a magyar álláspontot támogatni, ahol egyébként a választópolgárok teljes egyetértésre jutottak egymással, és ilyen például a bevándorlás kérdése. Nem csupán a balliberális pártoknak van itt komoly adóssága, hanem ne felejtsük el, a Jobbik is azok közé tartozott, aki azt az alkotmánymódosítást, amelyet ők is egyébként helyesnek gondoltak, nem szavazták meg, nem támogatták, és ezáltal azt, hogy alkotmányos korlátokat állítsunk a bevándorlás politikának, az Európai Unió terjeszkedő hatáskör bővítésének, ezt a Jobbik szavazataival sikerült megakadályozni itt a parlamentben. Tehát mindenkit arra hívunk fel ismételten, hogy európai fórumokon Magyarország mellett foglaljon állást. Mi látjuk azt, hogy a 7. cikke szerinti eljárás előkészítése zajlik. Ennek az eljárásnak semmilyen eredménye nem lehet. Mindenki pontosan tudja, hogy egyetlen tagállam vétója esetén már nem lehet sikeres az eljárás. Azt is mindenki tudja, hogy lesz olyan tagállam, aki Magyarország esetén vétózik. Nincs értelme tehát annak, hogy újabb és újabb kísérleteket tegyenek az ellenzék európai parlamentben ülő képviselői, a magyar kormány és ezen keresztül Magyarország lejáratására. Köszönöm a figyelmet.